Ezeket az ellopott eszközöket foglalta le a Tolna megyei rendőrség. Hónapokon keresztül fosztogatott tanyákat és nyaralókat a két férfi, de feljelentés csak januárban érkezett ez ügyben Domboriból. Debreceni név Farkas Edit, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferens elmondta. Több tolnai tanyába is betörtek az ismeretlenek, akik szinte minden mozdítható eszközt magukkal vittek. Kihallgatásuk során a hét rendbeli bűncselekményben részben beismerő vallomást tettek, majd a paksi kollégák után a tolnai rendőrök ismét gyanúsítottként hallgatták ki őket folytatólagosan, újabb négy rendbeli bűncselekményt róttak a terhükre, ezügyben is beismerő vallomást tettek. Hozzátette, a házkutatás során egy robogó és számos autóalkatrész is előkerült, melyek utcán parkoló autókról tűnhettek el. A tolnai rendőrök most őrizetbe vették a testvérpárt, az elmúlt hónapokban elkövetett bűncselekményekből származó nagy mennyiségű tárgyat foglaltak le a két fadilag címükön. Az őrizetbe vétel mellett előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. A két férfi több mint 2,5 millió forint értékben lopott el használati eszközöket, az eljárás során szabadlábon védekezhetnek.